Képzeld, Anti, Carlos papa tanácsot kért tőlünk. Hú, ez megtisztelő. Képzeld, a konyhájában a metlaki nagyon megkopott, és ezt szeretné felújítani. De azt írja, hogy egy négyzetméteren kopott meg. Mondom, a többi részen nem. Igen. Tudod, mi az a metlaki? Nem. Gyakorlatilag Németországban van egy olyan város, hogy metlak. És az itt létesült gyárban egy gyártott padlóburkolatot hívjuk metlakinak. Ez alapvetően egy cement lap, vagy gyakorlatilag egy műkőnek is nevezhetném, tehát savat semmiféleképp nem szabad rá használni. Ezt csak így elé mondtam a dolgoknak. Ugye? És a metlaki, meg a, lehet, hogy valaki a gráslapot érti alatta, tehát most nem arról beszélünk. Ja, tehát igen, tehát biztos, hogy van metlaki mintás gráslap, de arról most nem beszélünk, mert a metlaki az egy más. Jaj. Másik burkolat. Régebben alkalmazták egyébként régen iskolákba, meg tök jó helyeken egyébként. Szép bérházakba. Bérházakba, igen, igen. Na most, metlakiról annyit kell tudni, hogy mivel ez egy beton, most mondjuk betonnak, ezért ez csiszolással, tökéletesen polírozással fényessé tehető. Ha zsíros a felület, és főleg konyháról beszélünk, és ugye élelmiszeripari zsírokról beszélünk, ugye, tehát olajok és állati eredetű zsíradékokról, akkor üzemi zsíroldó, szuperkoncentrátum egyezetes hígításba, ez biztosan, hogy le fogja szedni. Ha azt szeretnénk, hogy tartós legyen a fényes bevonatunk, akkor gyémántpadló bevonatot kell használni a leírás szerint, és egy hosszú, tartós, forgalomnak ellenálló felületet fogunk kapni. Tehát ez nem csak a konyhában, hanem például a folyosókon, iskolákban tökéletesen alkalmazható. De savat ne használjunk rá. És a metlaki mintájú gráslapot meg ne csiszoljuk fel. Így van, viszont a jó hír, hogy a gráslapot is lehet zsíroldani, meg lehet bevonni. Jó, hát jó fejek vagyunk. Igen, jó, hogy mondod.